tehát Máté evangéliumának a leges legvége, 28. fejezet, 16. verstől így szól. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig imádkozzunk. És nem köszönjük a te ígéreted, és köszönjük azt, hogy. Ma is akarsz hozzánk szólni. Köszönöm, hogy a te igéd nem vesztett erejéből, nem lett, uh, nem lett régi, nem lett ózsdi, hanem ugyanúgy aktuális, és telve van élettel. Arra kérlek, atyám, hogy frissíts meg most minket a te drága igédből. Szeretnénk, uram, tanulni tőled. Szeretnénk, hogyha tiszta és egyenes lenne most a te szabad hozzánk. És szeretnénk, uram, megnyitni most a szívünket, hogy semmi gátja ne legyen annak, hogy a te szavadat meghalljuk. Szeretnénk, uram, megüresíteni a gondolatainkat, és magunk mögött hagyni, mindazt, ami most aggaszt, vagy ami, vagy ami esetleg félelemmel töltene el minket, és szeretnénk, Uram, most itt megállni és rád gondolni, hogy Te szólj hozzánk Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Január elején azzal a témával kezdtünk el foglalkozni, hogy szívépítő szokások. Megnéztük azt, hogy az év elején mindig az ember hajlamos arra, hogy mindenféle fogadalmakat tegyen, hogy így fog és úgy fog egészségesen élni, de mi van a szívünkkel, mi van az életünkkel, mi van a keresztény életünkkel, a lelkünkkel. És megnéztük, hogy azt mondja János, ott Gályusznak, hogy szeretném, hogy olyan jó dolgod lenne mindenben, mint ahogy a te lelkednek jó dolga van, és amilyen egészséges az. Ezért ez a sorozat azzal foglalkozik, hogy hogyan tudunk egészséges életet élni hívő életünkbe. És az első alkalommal megnéztük azt, hogy az vagy, amit megeszel, vagyis hogyan táplálkozunk, mi az, amit, amit magunkhoz veszünk, hogy az a szemét, az, az kártékony, vagy az az Istennek az élő igéje, amivel nem csak koplalunk, nem csak morzsák jutnak néha be a gyomrunkban, hanem táplálkozunk napi szinten, folyamatosan, részről részre, és az Isten igét tanulmányozva. Aztán szóval múlt alkalommal megnéztük, hogy a táplálék mellé az egészséges életnek az egyik másik nélkülözhetetlen forrása a víz ami akkor tűnik fel, amikor nincs, amikor nem tudunk inni, amikor szomjasok vagyunk, és az ember felkiált, hogy vizet. És az Istennek a, az élő vize, amit Jézus felkínált az ünnep nagy napján, amikor nem mentek ugye már Silamnak a forrásához, hogy hozzák onnan a vizet, Jézus azt mondta, hogy aki szomjazik, az jöjjön én hozzám, és igyék. Erős a feltétel, mert nem mindenki fog inni, hanem csak az, aki szomjazik, és Jézushoz jön. A gyülekezetekben sem elégül meg mindenki lelkileg, csak az, aki szomjazik, és Jézushoz jön. És ez a mi hozzáállásunk. Hogyha úgy jövök el, hogy szomjazok a szívemben, és akarok kapni az Istentől, akkor ő megelégít. Akkor ő ad nekem az életnek a vizéből. És a mai a harmadik alkalommal pedig most egy kicsit lezárjuk majd ezt a, ezt a témát, de még egy nagyon fontos dologról lesz szó. Arról, hogyha, hogyha rendesen táplálkozunk, eszünk sokat, iszunk rendesen, de ezen kívül semmit nem csinálunk, akkor nem leszünk egészségesek. Hogyha, hogyha nem mozgok, hogyha nem, nem, hozom az egész táplálékot, az energiát mozgásba, akkor egészségtelen lesz az én életem. És nem számít, hogy mennyit eszek, hogy, hogy jó teszek e vagy nem. Valami nem lesz rendben, hogyha nem mozgok eleget. Úgyhogy az lesz a mai délelőttünknek a címe, hogy mozgás, mozgásra fel. Mondhatni azt, hogy valahol ez a hiteles életünknek a kulcsa. Mert hogyha táplálkozunk nagyon sokat az Isten igéjéből, és tele van az elménk ismerettel, és minden egyes nap elolvasok hosszú-hosszú oldalakat az igéből is, és épít az Isten is, és tele vagyok jobbnál jobb gondolatokkal is, és jön hozzám az ő szava, és jön az életnek a vize, de ezt nem fogom beváltani a cselekedeteim által, akkor azt mondja a hogy az ilyen hit, az cselekedetek nélkül halott. És ez vezet el a hiteltelen élethez, amikor amikor tudjuk, nagyon jól tudjuk, tökéletesen tudjuk, hogy mit kell és hogyan kell tenni, de nem tesszük. És még többet tudunk, és még többet olvasunk, és még több prédikációt meghallgatunk, még több ismeretre szerteszünk, de nem tesszük meg, nem lesz mozgás belőle, akkor ez az, ami a kudarcunkra az egyik, az egyik a fő ok, ami a kudarcunkat okozhatja a lelki életünkben. Hadd mondjak egy példát a hiteles életre. Nemrég a mentünk a, kisfiamma, a kisfiammal, a vásárolni, és látott ott, hát nyilván meglátta a játékautókat és mindent, ami szemszájnak ingere, és mondta, hogy apa, veszel nekem egy olyan tűzoltót. És mondta, hogy fiam, neked olyan sok tűzoltód van otthon, hát a szekrénye tele van tűzoltókkal, de hogy veszünk, hát úgy is tudom, hogy egy fél óráig örülnél, aztán félre tenni, nem kell az neked. És úgy örültem, hogy megértette, nem hisztizet, mentünk tovább. Igen, ám, de mondjuk egy héttel rá mentünk bevásárolni a feleségemnek venni ilyen terhes ruhát, és kérde is hogy apa, mit fogunk venni? Hát mondom, anyának fogunk ruhát venni. A rám néz, és azt mondja, apa, anyának olyan sok ruhája van otthon. <gül> <gül> és akkor rájöttem, hogy a fiam valamire rátapintott. Azt mondta, hogy akkor egyenlő bánásmód, hogyha őt így, akkor mindenkit így kell ezentúl megítélni. De miért mondom el ezt a történetet? Ez a hitelességünk. Hogyha én mondok valamit, van egy jó ismeretem, és igazam volt, mint édesapa, hogy nem kell még egy tűzoltó, de azt látnám, fiam, hogy magunknak meg veszük az újabbnál újabb tűzoltókat, akkor azt mondaná, hogy itt valami nem jó, itt valami nincs rendjén. Hadd olvassak fel egy nagyon rövid beszélgetést, Vörös Marti, Mihály és Deák Ferenc a beszélgetését jegyezték fel egyszer, amikor a, a magyar népről és a nemzetünk jövőjéről beszélgettek. Azt mondta Vörös Marti, minden magyar ember legyen különb, mint az apja volt. Ő ezt látta, hogy ez lenne a megoldás, hogy a minden fiú, az jobb lenne, mint az apja, és ez folytatódna, akkor micsoda dicső jövője lenne az országnak. De nagyon érdekes, amit Deák Ferenc erre válaszolt, azt mondta, minden magyar ember legyen olyan, ami ennek a fiát szeretné látni. És úgy elgondolkodtam ezen, hogy micsoda igazságra tapintott rá, hogy azt mondta Deák Ferenc, hogy úgy éljem az életemet, amilyen életet szeretnék a fiamnak. Vagy tovább vihetjük ezt a gondolatot, úgy szeressem a feleségemet, ahogy majd szeretném, hogy a lányomat szeresse a férje. Vagy úgy, úgy viselkedjek a lányommal, ahogy majd szeretném, hogy ezt ő megkapja. Olyan édesapa legyek, amit szeretném, hogy a fiam édesapa legyen. És ez nem csak elmélet, mert a példaadás miatt nagyon sok mindent lemásolnak a gyermekeink. A hitelességünk ott kezdődik, mikor a sok-sok ismeret, amit felhalmozunk évek, évtizedek alatt, az megjelenik az életünkbe, hisz mozgásra megyünk. Úgyhogy a mai dél előtt igazából az a szó, ami a központban kell, hogy legyen az a tanítvány. Amit felolvastam az igét Máté 28-ból, Jézusnak az egyik utolsó szavai, azt mondta valaki, Bob Moorhead, hogy Jézus utolsó parancsa, ami legelső dolgunk. Jézus utolsó parancsa, ami legelső dolgunk kell, hogy legyen. Jézus pedig azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népet. Sőt, hogy a még jobban szeretnénk fordítani az eredetit, Jézus nem az első részét tette felszólításként, hanem ott azt mondta, hogy elmenvén tehát. Tehát miközben elmentek, és most jön a felszólítás, tanítványozzatok minden népet. Ez egy felszólító módba szereplő ige, hogy tegyetek tanítványa minden népet. És miért hozom most ezt az igét elő? Mert egy óriási különbség van a között, hogy tanítványok vagyunk, vagy, vagy írástudók mondhatni így. Az írás tudó az nagyon jól ismeri az írást, nagyon jól tudja a tananyagot, de nem ismerte fel az igét, mikor vele szembeállt, sőt megölte. És Jézus nagyon sok panasza volt az írás tudók ellen, akik tudtak mindent. Az utolsó apró törvényt, sőt, még azóta hozott rengeteg hagyományt, amit kitaláltak, mindennel tisztába voltak. És Jézus mondta is, hogy amit mondanak, arra figyeljetek, de amit tesznek, azzal ne foglalkozzatok. Jézus tanítványságra hívott minket, és a tanítvány és az írás tudót valami nagyon megkülönbözteti. A tanítvány is ismeri a tananyagot, és jól ismeri, de neki a legfontosabb és a leges legfontosabb a mester. Amit a mester csinál, azt utánzom. Ez a tanítvány. Hogyha megnézzük akár Jézus korában, hogy ez hogy történt, nem teljesen úgy nézett ki az oktatás, mint mai korunkban, sokkal inkább egy bevett szokás volt az, hogy volt egy matétész, tehát egy tanítvány, aki elment a tanítóhoz, és oda szegődött mellé, tanult tőle, információkat gyűjtött, de ami a legfontosabb volt, hogy állandóan a mestere mellett volt, figyelt, hogy mit csinál a mestere. És hogyha megnézzük, Jézus ezt csinálta, kiválasztotta a tanítványokat, egy nagyobb kört, egy szűkebb kört és egy legszűkebb kört, és a tanítványok ott voltak vele. Hallgatták őt, tanultak tőle, és nézték, hogy mit csinál Jézus. Aztán Jézus elküldte őket, hogy akkor most ti csináljátok, aztán gyertek vissza és beszéljük át, hogy mi történt, mit csináltatok, és most ti fogjátok csinálni, én pedig nézlek titeket, és adom az erőmet. Tanítvány. És Jézus azt mondta, hogy menjetek el, miután már tanítványaim vagytok, és tegyetek tanítványa minden népet tegyétek azt, amit mondtam nektek. Jakab leveléből és több helyen is ismerjük az igéből, mikor arról beszél az igen, hogy, hogy, az ismeret az, az csupán felfúvalkodott át ez. Hogyha valaki beletekint a, a tükörbe, de nem változtat azon, amit lát, akkor, akkor jobb lett volna bele se tekintsen abba a tükörbe, ugye? Jézus is mondta az embereknek, hogy ha, ha nem jöttem volna el, és azt nem mondtam volna el nektek, nem lenne bűnötök. De most eljöttem, és láttátok, hogy mit tettem. És nagyon kemény beszédek voltak ezek Jézustól, de a hívő életünk egészségének az egyik kulcsmértéke az, hogy amit tudok, és amire eljutottam már, amire az Isten elvitt, azt tegyem. Nagyon-nagyon szeretünk, és én is nagyon szeretek gondolkodni, és elmélkedni nagy teológiai dolgokról, hogy ez így, ez úgy, ez amúgy, de az erő az abban van, amikor megteszem. El lehet olvasni számtalan könyvet az imádkozásról, de valami akkor fog történni, amikor térdeimre ereszkedek, és elkezdek imádkozni. Nagyon sok mindent olvashatunk a bizonyság tételről, és annak a miértjeiről, a modelleiről, milyen módon és hogyan lehet, milyen eszközökkel elérni az embert, de akkor tanulok a legtöbbet, amikor akár az iskolában bizonyságot teszek. És az Isten közbe tanít, akközben mi közbe teszem. Jézus utolsó parancsa, ami legelső dolgunk. Jézus azt parancsolta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népeket. Egy idézetet olvassak, azt írta valaki, hogy két meghatározó pillanata van az ember életének. Az első az, amikor megszületik, a második pedig az, amikor megértő, hogy miért született. És ez a második az, amikor rájössz arra, hogy azért születtél, hogy az Istennek dicsőséget szerezzél. És az életennek a, a kiteljesedése nem az önmegvalósítás, hanem amikor tanítványá leszel, és tanítványát teszel. És ezért egy gyülekezetben kétféle titulus lehet elfogadható, vagy az, hogy éppen tanítványoznak, vagy éppen én tanítványozok. Mert ezt csinálja egy tanítvány. Megszülettünk, ebbe közösek vagyunk, mindjárt valamikor megszületett. De felismertük-e azt, hogy miért születtem? Hogy mi az életemnek a célja? És hogy ezt felismertem, akkor ez szerint élem az életemet. Ez szerint hozom meg a döntéseimet, hogy mire adok időt, és mire nem. Tanítvány vagyok. Jézusnak a tanítványa, a mester. Őt kell követnem. És annyi mindent tudunk Jézusról. Annyi mindent lehetne itt beszélgetni róla, hogy hogyan bánt a szegényekkel, hogyan bánt a megkötözöttekkel, hogyan ment el azokhoz, akik még nem hallottak az Istenről, hogyan bocsátott meg, hogyan szeretett, hogyan... és annyi mindent tudunk ezekről. De ez akkor kezdem működni az életünkben, amikor ezt én is megteszem, amikor arra, amire az Isten elhívott, azt megteszem, és leutánzom a mesteremet. Elmegyek a szegényekhez, elmegyek a megszállotthoz, és megszabadítjuk Jézus nevében. Amikor elmegyek a betegekhez, és imádkozunk értük, amikor elmegyek, és örömhírt hirdetek azoknak, akik még nem hallották, amikor leülök a parázna nő mellé, és nem ítélem el, amikor leülök a bűnös és vámszedő mellé, és nem ítélem el, ekkor kezdem működni a kereszténység. Ha ez hiányzik belőle, akkor az történik, ami, hogyha nagyon sokat eszünk, de nem mozgunk, egy túl súlyos kereszténység lesz, ami túl súlyos. És kell, hogy egy egészséges kereszténységben éljünk, ami cselekszik. Azt mondja Pál egyszer, hogy az Úr majd megadja neked, hogy azt is megérts, de amire már eljutottál, abban legyél szilárd, és azt csináld. Amire már eljutottál. Lehet, hogy sok minden még kérdőjeles, ezt nem értem, ezt sem értem, de amire már az Isten elvitt engem, azt tegyen meg. Azt a kicsit, azt a keveset, de tegyen meg. És Isten ebbe gondolkodik, tanítványságban. Sokszorozódásban gondolkodik. Hadd mondjuk egy példát, hogyha most választás elé állítanálak, hogy van nálam egy 5 forintos, ez az egyik, a másik kezemben meg mondjuk 1 millió forint, azt nem hoztam el, <laughs> és választanod kellene, hogy melyiket szeretnéd. Egyetlen feltétel van, az 1 millió forintot most adom neked, és azt csinálsz, amit szeretnél, az 5 forint az egy hónapon keresztül azt fogja tenni, hogy minden egyes nap, minden egyes következő nap az előző összeg duplájára növekszik. Tehát ez ma 5 forint, hónap 10 forint lesz, hónap után meg 20 forint. Melyiket választanád? 5 forintot. Pedig vonzó az azonnali egy millió, ugye, az mennyire szép, is milyen nagy összeg, hát 5 forint, 10 forint, 20 forint, 40, 80, és még a pennybe se elég egy százasra, még mindig nagyon kevés, pedig telnek a napok. De ami az érdekes, hogy elkezdjük ezt számolni, a 19. nap során ez az 5 forint átlépi az 1 millió forintot, ahogy duplázódik. A hónap végére 5 milliárd forint feletti összeg lesz a zsebedbe. És ez úgy indult, hogy volt 5 forint, ami nem sok, de megduplázódott. És aztán az is megduplázódott. Még az se sok. De egy hónap múlva 5 milliárd forintról beszélünk. A tanítványságnak ez az ereje. A sokszorozódás. Hogy nem, Isten nem hatalmas nagy mozgalmakba gondolkodik csak, nem egymilliós mozgalmakba gondolkodik, hanem abban, hogy ott vagy te egyedül az iskoládban, a munkahelyeden, és valaki megtér. Valakit az Istenhez vezetsz, mert, mert az életedet látva megkívánja azt, amit lát benned is az Istenből. És most már ketten vagytok. Dupla annyian. És lehet, hogy a következő fél év során most már mivel ketten vagytok, lehet, hogy még két ember megtér. Mind a kettőtöknek egy-egy barátja. Négyen vagytok. Nyolcan, tizenhatan, és a sokszorozódásnak sosincs vége. Így terjedt az egyház az első időszakban. Nem hatalmas nagy rendezvényeken, hiszen üldözték. Nem volt lehetősége gyönyörű épületeket építeni. Erdőkbe, katakombákba, hol találkoztak? De terjedt. Mert az emberek élete hatással volt, milyen mozgásban voltak. És az, amit láttak Jézusnál, azt csinálták a tanítványok. És szeretném, hogyha, hogy a lenne ez ott a szívünkön, hogy Jézusnak az utolsó parancsa lenne a legelső dolgunk, hogy elmenvén tegyünk tanítványá minden népeket. Hadd hozzak néhány konkrét példát arra, hogy a tanítványság és, és ez a folyamat milyen nem. Rick Warren él erről, hogy milyen rossz elképzeléseink vannak a tanítványságról, és a, a tanultaknak a, a gyakorlatba ültetéséről. Hát elmondható, hogy a tanítványság az nem magától történik. A növekedés az sose magától, csak úgy hirtelen megtörténik. Az egy nagyon tudatos döntéseknek a következménye. Hogy a szokásommal teszem azokat az élet szükségleteket, amiket Isten megadott. Hogy olvasom az igét, hogy, hogy minden egyes nap beszélgetek az Úrral. Hogy kész vagyok megosztani a hitemet, bárhol, amerre csak járok. Hogy imádkozok a, a családomért, hogy ezt megélem az otthonomba. És ugye ezt teszem tudatosan, akkor elkezd növekedni az életem, és elkezdek közelebb, és közelebb kerülni az Istenhez. Tehát ez nem magától fog megtörténni. Hogyha az ember ezt nem akarja, és ezért nem tesz tudatosan, akkor az ember nem növekszik, csak öregszik, ahogyan mondta ezt valaki. És ez megtörténhet. Sose magától történik. A Filippiben egy nagyon érdekes összefüggés látunk, azt a Pál egyszer, hogy félelemmel és rettegéssel munkájátok az üdvösségeteket, ugye ti, mert Isten az, aki munkája bennetek mind az akarás, mind a cselekvést. Egy csodálatos összmunkát látunk. Egy csodálatos csapatmunkát, hogy Isten az, aki munkája, de mégis én is munkájam. Ez a kettő együtt kell, hogy történjen. Én magamtól semmire se vagyok elég, de Isten meg nem fogja rám kényszeríteni. Hogyha akarom, hogyha segítségül hívom, hogyha hozzá hogy a szomjazok rá, akkor megelégít. Ez a kettő együtt kéz a kézbe jár. Nem magától, hanem magunktól. A második, hogy ez nem valami misztikus dolog, ami csak néhány kiváltságos számára elérhető, valami nagyon különleges keresztények számára elérhető mindenféle magas szint, és már nem is tudom, micsoda magasságba járnak, de én egyszerű por, nép, keresztény, én sose leszek erre képes, én csak egy egyszerű gyülekezeti tag vagyok. Ez az ördögnek egy nagy hazugsága, hogy vannak emberek, akik, akik elképesztő magaslatokba járhatnak, és Istent ismerhetik, de én erre sose fogok eljutni. Isten előtt nincsen válogatás. És hogyha hozzá kiáltunk, akkor ő válaszol. Hogyha közeledek hozzá, akkor ő közeledik hozzám. Hogyha ellenállok az öröknek, akkor elfut tőlem. Nincsen szemhőválogatás. Ami működött valakinek, mert Isten segítségül hívta, az működni fog nekem is. Mert Isten tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz. A harmadik dolog, amilyen nem a tanítványság, nem azonnali. Nem így történik meg. Pedig nagyon szeretnénk, hogy valaki megtér, és utána már. Egyből legyen egy nagyon érett, gyülekezet plántáló, és már menjen minden. Ez nem így történik. Nagyon sok idő kell ahhoz, hogy az ember növekedjen. És ez kell a türelem magunkhoz is, egymáshoz is, hogy Isten még dolgozik rajtam. És alakulok, és, és Isten formál. Idő, amit nem szeretünk, de kell hozzá. A negyedik, hogy ez nem magánügy. Ez nem a magánügyünk, hogy ki hogyan növekszik a tanítványságban, hogy ki, hogy áll az életével. Ma nagyon szeretjük azt mondani, hogy ez magánügy, ez az intim szféra, amit te ne gyere be, ne kérdezz, hogy olvastam-e a Bibliát a héten, ne kérdezz, hogy milyen a kapcsolatom a feleségemmel, ne kérdezz tőlem milyeneket. Ez nem magánügy. A bukásod és a sikered az nem magánügy. Elképesztő számú emberre vagy hatással. Az által, hogy hogyan éled az életedet, és ez nem magánügy. Kell, hogy közösségbe ezt megéljük. Olyan jó, amikor egy kisebb közösségbe, hétközben találkozunk, és meg tudjuk kérdezni a másikot, hogy hogy vagy. Mi újság veled. Látom, hogy a leterhelt vagy. Vagy hogy, hogy vagy most ezen a területen. Mondtad kéthet, hogy imádkozunk ezért mert kísértés alatt, vagy mi történt veled, mesély, Ez nem magánügy, egymásra szükségünk van. És az utolsó, hogy a növekedés a tanítványságban és az életünkben az nem csupán ismeretnek a, a növelése. Nagyon jó, hogy a olvasunk könyveket, hogy a televe van az igény Isten igényével, de hogy az elején szó volt erről, az ismeret, az felfúvalkodottá tesz, a szeretet viszont épít. Lehet óriási ismeretünk, lehet elképesztő ismeretünk, de annál rosszabb lesz itt belül, hogy azt nem hozzuk életbe, és nem kezdjük megélni. Ilyen nem a tanítványság, viszont láthatjuk, hogy milyen a tanítványság. Élettel teli, mivel a Mesterről szól, mivel arról szól, hogy követem Jézust, és mivel arról szól, hogy mozgásban vagyok, és amire el, elvezetett, amit megmutatott, azt megcsinálom. Lehet, hogy ezeknél nagyon apró dolgok, nagyon apróságok, de megteszem ezeket. És egy utolsó dologról hadd szóljak, hogy ahhoz, hogy a testünk egészséges legyen, nem elég enni, inni és mozogni, hanem tudni kell pihenni. Talán ez az a négy kulcs, amit azt mondják ma, hogy, hogy az egészséges embernek a négy kulcsa, hogy, hogy egészségesen étkezzen, Elég vizet is, és vizet igyon, és nem mindenféle cukros dolgot, mozogjon rendszeresen, és tudjon pihenni. Azt mondta valaki egy orvos, hogy száz évvel ezelőtt a betegségek mögött a legnagyobb a, a tényező, ami okozta a betegségeket, az a fertőzés volt. Ezt talán el is képzeltjük, hogy nem azok a higiéniai körülmények voltak. És úgy folytat ez az orvos, hogy ma viszont egyértelműen a stressz. Száz éve a fertőzés volt a betegségek zöme mögött, ma a stressz. Egy olyan életben élünk, egy olyan élettempót vettünk fel, hogy ha az ember elmegy az orvoshoz, és mindenféle panaszai vannak az orvos, már egyből azzal kezdi, hogy lelki háttér, hogyan éli, stressz, mi újság, mert nagyon sok mindenre már az orvos tudomány is rájött végre, hogy belülről kifele okoz dolgokat. Pihenni tudnunk kell. És nagyon érdekes, egy egyetlen dolgot ezzel had hozzak elő, amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, és, és végre felszabadultak a rabszolgaságból. Nagyon kemény életük volt ott rabszolgaként. Különösen az utolsó időszakban. És amikor kijöttek, döbbenetes, én eddig erre sosem figyeltem fel, de valaki felhívta rá a figyelmemet, hogy mennyire érdekes, hogy Isten parancsba adta nekik a szombatot. Képzeljük el, hogy egy rabszolga vagyok, kivertek belőlem szinte mindent, megállás nélkül ütöttek, vertek és dolgoztattak, és most az Isten nem azt mondja, hogy pihenhetek, nem azt mondja, hogy néha pihenhetek, hanem megparancsolja, hogy heti egy nap pihenjek. És szentelje meg ezt a napot érte. Milyen lett ez egy rabszolgának? Hogy olyan uram van, aki parancsba adja, hogy ma pihenni fogok. És ez a nap, ez róla szóljon. Isten parancsba adta nekünk ezt még az újszövetségben is. Érdekes ennek az új szövetségi tovább vitele, hogy Jézus viszont elmondta, hogy az ember figyel, ura a szombatnak szól. Nem egy törvénykezésről van itt szó, de pihenésről, amikor megpihenek, és amikor, amikor feltöltődök. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk egészségesek lenni lelkileg. Nagyon örülnék annak a masinának, amiben belelépünk, akkor kivetíteni a lelkünk állapotát, hogy hogy nézzünk ki, milyen a, milyen a fizikumunk lelkileg. Nincs ilyenünk, Nincs ilyen gépünk, de, de Isten igébe beletekinthetünk, mint egy tükörbe. És kérhetem, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy mire van most szükségem. Az étkezésemen kell alakítsak. Vagy, vagy több vízre van nekem szükségem tőled, ami, ami tőled árad a szent a drága folyamaira? Esetleg szükségem van arra, hogy ezt a rengeteg energiát, amit felhalmoztam, ezt az elképesztő ismeretet mozgásba hozzam és, és valaki tanítványozzak, vagy valaki felé szolgáljak, vagy, vagy engedelmeskedjek valami apró dologban. Úgy hiszem, hogy hozhatjuk most ezt az Úr elé. És én szeretem, hogy a tudna az Úr hozzánk most szólni. És, és ne csak belenézünk ebbe a tükörbe ma, hanem tudjunk változtatni, hogy a kell valami változtatni. Az egészségnek ára van. A betegségnek sokkal nagyobb ára van. Azt mondta egy szerző, hogy vagy megfizetjük az ébredésnek az árát, vagy meg fogjuk fizetni a nem ébredésnek az árát, ami sokkal nagyobb. Én szeretném, hogyha tudnánk annak az árát fizetni, inkább, hogy egészségesen élünk, hogy egészség a le, egészséges a lelkünk, a családunk, egészséges gyermekeket nevelünk. És amit majd látok tükröződni a gyermekeinkbe, arra azt mondom, hogy egészséges, és nem az én betegségemet viszi tovább. És olyan jó, hogy ma az Isten ezt azért mondja el, mert szeretne minket formálni. És szeretné, hogyha az igének cselekvői lennénk és az életbe, a gyakorlatba ültetnénk azt a sok mindent, ami itt van az elménkbe. És bátorítok mindenkit arra, hogy ha az Isten indít valamire, akkor engedelmeskedj. Elképesztő dolgokat fogsz látni az életedben, hogyha Istennek mutatsz egy kis engedelmességet. Meglátod azt, amit az apostolok, hogy azt mondták, hogy Uram, mi kimegyünk, és mi megtesszük a mi, a mi dolgunk, mi hirdetjük az örömhírt, te viszont akkor munkálkodj együtt velünk. Azok a jelekkel és csodákkal, amikkel megpecsételed az örömhírt. Azok nem a mi dolgunk, nem mi tudjuk ezeket kreálni és előhozni, az az Isten. De hogyha az én részemet megteszem, akkor az Isten megmutatja az ő részét. Amen.